Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban, itt vagyunk Eszkimóval. Nem tudom, minek mondom el ezt mindig, de elmondom. Itt van ő. Itt már kenelben van megint. Ugye hát a kukorékónak nagyon a kokik. Valami van biztos, hogyha ember ennyire nem szoktak kukorékolni. Melyik a kukorékos? Szerintem a lenti most. Ő kukorékolgat itten szerintem. Fátyúgyok. Most bezzeg nem kukorékolni. Videóm nem akarják. De. Hát az biztos, hogy ezek eléggé. Most ő kukorékolgat, de előbb meg a másik kukorékolgat. Ezek állandóan egész nap. Nyomják a hangjukat. A Maogit is fönt, ott fönt sétálgat. Üzélnek. Hát ez most nagyon beindult kukorékolás tekintet. De nézzétek amúgy, ott zabálja a komlót. És így szöknek meg amúgy. De tettem múltkor egy cserépdarabot, de azt is odébb kapartuk, viszont a szomszéd az húzott ki csirkehálót, ha jól látom. Igen, húztak ki csirkehálót, de ne menjenek át a tyúkok, mert ő már rengeteg botrány volt amúgy. Hogy állandóan át kellett menni a szomszédba a tyúkér. Tehát ilyen... Tehát mindig, amikor felengedtünk, mindig egyért át kellett menni a szomszédba, és most végre húztak ki oda a csirkehálót, hogy ne tudjon átmenni a tyúk. Na, Margit ott figyeljétek. Ott van. Ott lapít. Hagyjátok. Most a másik kukorékolt, most arra jött rá. Igen, ezek állandóan ezt csinálják. Megpróbálom nektek fővenni. Ugye ennek a lentinek, ennek olyan rekett hülye hangja van, ezt talán hallottátok is a videóban. A másik is szokott kukorékolni. Mind a kettő kukorékol, a másik, a erdélyi, az sokkal jobban kukorékol. Még az fiatalabb. Az a fiatalabb koki. Hát közben folytatódik, csak egy menetszelet akarás miatt vágtam. És le kellett takarni. Itt a jó kis tyúktáp, még mindig nem ették meg. Nincs. Ide jövünk, akkor láthatjuk azt, hogy a tyúkok elbújtak. Így igazából, ja. A medencét muszáj voltunk megint letakarni, mert az lett a sorsa neki. Hogy hát, megint de vihar gyanúsabb az, megint arra. Megint elkezdte az idő, hogy már nem lesz bizony túl jó. Ez így, tehát nem lesz egy túl jó idő. Így elnézegetem. Ki tudja, most nagyon intenzívé vált a gomoly felőzés, aztán itt lesz belőle valami zápor vagy zivatar. Mit visz? Majd előkaparták a döglött halat. Figyeljétek, előkapták a döglött halat. Ott viszi. Sajnos. Na ez van, előkapták a döglött halat. Előfordul, igazából már máskor is csinálták ezt, mert oda temetjük el a élő lényeket. Minden lehet, hogy mennyi, tehát ott így igazi temető van. Ott még tyúk dög is van, még lehet, azt is elő fogják egyszer kaparni. Meg ott viszi a Maogit, az uszonyát. Döglött halnak, állandóan kikaparják, baszd. Nem tudom, mi ez igazából. Valamit nagyon vittek, azt tudom.
Nem. Ez nem döglő. Hát akkor nem. Akkor nem szóltam. De azért, mert már egyszer már ástak elő mindenféle dögöt elő ástak. Mert én ástam a halat. Tyúkot. Csibészt is itt temettük el fönt. Tehát ez egy igazi temető. Úgyhogy ez a megyfa alatti régió is egy igazi temető. Tehát itt egy igazi tömegsír van mind. Tehát tyúk itt. Itt egy kizárólag tyúk, meg egy-két hal. Most fönn meg minden van. Kutya meg kiborította a vizét. Megint nincs neki egy kortyvizese. Csodálatos. Nem tudom, hova teszi mindig. És az a baj, most a vihetek neki konnába, mert ezt össze lett törve. Sajnos. A fasz csinálnak ezek? Ez a baj ezekkel, hogy ezek állandóan féltik egymástól, de nem veszik amúgy észre azt, hogy a többi azért kergeti őket, mert látják, hogy viszi a kaját. Féltik egymástól kaját. Tehát ugye menekülni próbálnak a kajával, de a többi meg folyamatosan megy utána. Folyték a kutyának vizet. Ennyi elég is. 2 liter elég neki. Medénye 2 literes, én meg minek ügyek. Felesleges, tehát úgyis csak elfolyik. Maximum egy kis öntőtre, maximum egy kis kutyahűtésre tudnám felhasználni. Ugye ezt is szereti, hogyha hűtve van. Ugye. Mindig kiborogatja. Amikor már nagyon kevés vize van neki, azt szokta csinálni, kiborítja. Hogy ne legyen neki, hogy adjunk neki vizet. Ő ezt szokta csinálni. Figyeljétek, fosik tőle. Jó, nem igazából, hogy ő nem akarja azt, hogy lemüntsem. Utána meg rájön, hogy milyen jó, amikor ebben van nagy kánikulába. Nem nagy kánikula, nem, ez nem kánikula, de jó időben. Jó, lehűti. Jó. Tyúkok is azért itt el vannak. Úgyhogy jó. Hát. Hát igen, szegény magit. Meg mindig. Tehát mindig előássa a mindenféleit. Tehát nem volt tudom jó ötlet a tömegsírba kérni. Na hát, tehát majd mondtam, ugye ez egy mindenféle fajból egy tömegsír ez a terület. Igazik is. Tömegsír, szerencsére a szomszéd, ahogy itt elmérdett tükkállod. Ezek össze is szöknének, ezek állandóan szöknének. A kakas az nem fér rá, de a tyúk az igen. Tyúk az elfér. Na, kis tyúkok ezek eléggé, nem túl nagyok. Jó tudom, azok meg tudnak nőni nagyobbra, és ezek valami nagyon picikék. Hoppá! Csak nem valaki saját magát lebuktatta. Várj, megnézem. Nem. Ez a szellőző rács is, ezt igazából le is vehetném. Azt a kúra. Ezen tudjátok mennyi por van. Van rajta maradta közel 1 centinnyi por. Ezt letakarítanám. Azt figyeljétek ki, mi lehet belőle. Rendesen porzik. Egyértelműen nagyon vastagon van rajta por. Tehát ez így. Le is veszem szerintem inkább ezt a rácsot. Ha mondjuk a keret az maradhat, de a rács az... azt kirakom, mert már... még annyi por van rajta rendesen. Rendesen áll rajta a por. Felőző rácson. Meg kell pucolni. Most a felújítás kapcsán majd úgyis ki lesz számva. És
kicsit több fény fog így bejönni ide. És akkor meg itt alapból is majd ezt a részt itt meg kiszerintem takarik anajozni. Ugye itt akkor rá lehet látni a tyúkokra, stb. Ja, amikor jövök, akkor itt, ha benézek, akkor... És remélem, hogy kirepülni nem fognak a lukon. De ezt nézzétek, pup, ott van a luk a porban, olyan vastagon áll itt a por. Muszáj voltam egyszerűen kiszedni, mert már lógott is. Egyrészt meg minek már az a előző nyílás. Meg az a szellőző, az úgyis vissza fog kerülni. És akkor már nem ilyen úcska fakeretet kap, hanem normális, meg ez az egész ki lett beszélve. Ki lesz szépen beszélve. Az is ugyan 4-5 éves fal kb. Tök jó. Tehát itt ez le volt omolva. Itt már le volt omolva. Itt. Talán ez még így alul, most nem látszik, mert ugye ez ki lett takarítva, de itt brutálisan, ez itt a tetejhez itt le volt omolva. Itt voltak lent ezek a téglák. Kb. Annyira nem volt ezzel a tyúkollal foglalkozva hosszú évekig, leomlott ez a tyúkoll, majdnem teljesen itt is ez is itt be volt szakadva. Azért itt már voltak pár évvel ezelőtt felújítási munkák. De most nem sokára elérkezik az, hogy végre egy komolyabb tyúk úr felújítást vigyünk véghez. Keretében belül ezek is el fognak innen kerülni, ezek a deszkák. A tetőcserepek meg lesznek igazítva, mindenhol jusson tetőcserép. Lehet, hogy rakunk rá újat is. Akkor itt ugye lesz kópcserép is végig. És csinálunk itt nekik végig egy ilyen árnyékolót fából, akkor úgy mondtam új ajtó. Tehát itt azért vannak gerendahákat is szeretnénk cserélni, mert ezek szét vannak már rohadva. Ezekre gondoltam legalábbis, ezek a tartófák, ezek még jók, ezek nem lesznek cserélve, de ezeket végig le kell cserélni. Ezek már, mint látjátok, törnek el. Azért az nem túl előnyös. Rájuk omlik a tyúkol. Tehát én azon gondolkoztam, hogy nem, tényleg, hogy rááll már valami, akkor már beszakadna, szerintem. Ha rámennénk a tetőre, már beszakadna, szerintem. Tehát, ha én rámennék a tetőre, nem túl nagy súlyom, akkor már lenne ebből a probléma. Leszakadna többé valószínűleg. Tehát erre már a tyúk rámen múltkor, aztán ezt csinálta. Tyúk. Hát amikor a kutya felszökött, akkor nagyon féltem, hogy nem fog-e beszakadni. Tehát először, amikor a kutya felszökött, akkor nagyon féltem, hogy nem fog-e alatta beszakadni. Ugye hát azért nem lent volna túl tréfács, hogyha beszakadt szegény lesz ki. Tehát azért lett az a rész elkerítve, hogy ne bírjon ide felszökni. Mert eleinte... Talán még ugye a Husky kalandon ugye még úgy van a fent az első videó, hogy itt lesz a helye bent. Ugye, kicsi tyúkocskák azok itt vannak most. Előre. Eszegetnek. Szergely állandóan kiabál. Állandóan üvöltözik. Állandóan kukorékónak. Kukorékónak egész nap. Örökké ezt csinálják. Na mindegy. Még ugye mit talán ugye említésre méltó. Ez ugye az, hogy ugye teljesen ezt így terezzük, hogy ezt itt vízes. Tehát ez majd magas nyomása. Megpróbálom azt, hogy majd nagy víznyomással felveretem. Rengeteg tyúkszart. Ezt itt teljesen felveretjük magas nyomásra, vagy felsákányozzuk. Tehát ez az a tervem nekem, hogy ezt így teljesen kiszedjük itt a oldalt mindennek.
Így olyan 20 centi mélyen ezt föl kell csákányozni végig, és úgy tervezzük, hogy beton ajzatot teszünk a jelenlegi föld ajzat helyett, és ez beázik, akkor az egész ledől. És akkor azt gondoltuk, hogy akkor jó 20-30 centi mélyen ezt itt végig megcsináljuk. Tehát nem a jelenlegi mélységtől számítva, hanem a földszintől számítva még 30 centit. Lássunk is azt végig, úgy is feltörjük a beton, mert ott ugye vannak ilyen élesebb beton darabok a tyúk aki alatt elrejtve. Fölverjük innentől, és akkor kiöntjük végig gyönyörűen betonnal. Még ugye ki kell meszállni itt a pincét is majd ugye föl kell újítani. Itt azért szerintem ez a terület ez drasztikusan meg fog változni egy elkövetkező egy-két évben. Mert ugye én szeretnék egy komolyabb állományt mindenféle fajból. És erre ez innentől végig egy koké lesz. Éjszaka ez idáig, odáig vissza vágva, de nappalra. Ezt ma nem ezt is bemehetnek oda. Ez a generáció már nem, de majd a kövi generáció. Nézzétek el a varjúvért. Itt nő el. Ez itt nő ki a pincének a falából. Rátvárjúért, de szeretik a tyúkok. Azt tette észre. Gyertek! Figyeljétek el, szeretik a varjúért. Nem is tudtam, hogy megzabálják a varjúért. A komlót is innen megzabálnak ezek. Nem kell nekik annyi szemes takarmányt adni, hogyha hozunk nekik egy nagy zsák zöldet a határból, akkor azzal sokkal jobban el vannak, mint a tápban, mert a tápot bezobálják, aztán döglenek le. Az műlet ezért vitaminhoz is jutnak, ugye nem másfajta vitaminokhoz, mint ami a takarmányban van, nem kell nekik vitaminokat venni. Tehát direkt azért törekvünk arra, hogy minél természetesebb, például már messzet se veszek nekik. Mert minek vegyek nekik állandóan messzeltem tőle, kurva drága. Most a takarmány az rohadt drága lesz, úgyhogy én azon is gondolkoztam, mondom, hogy ilyen nagyobb termelésbe fogni. Meg ilyen egy nagyobb termelésbe befogni. Hogy nem csak ez a kert lenne, egy nagyobb területet is befogni termelésre. Tehát nyilván ugye nem itt lenne. Valahol kint a határba venni egy telkát, azon gondolkodtam. És tesz. És akkor azt az egészet szedjük aztán. Kukoricát szeretnék. Tehát szeretnék, úgy szeretném, hogy egy 5 sor kukorica, 5 sor buza. Mondjuk a buzát nem bírjuk szétszedni, tehát az lehet, hogy az nem lesz. 5 sor krumpli. Meg mindenféleből, 5 sor, mindenféle növényből, mert nagyon drága lett a kaja. Még lehet, hogy krumpliból 20 sor kéne, nem tudom. Majd kiderül, mert szeretnék gondolom ilyet is, ugye nem csak itt legyen, itt is lesz egy kis kert. Nem oda is felmenni, aztán egy nagyobb ilyen placcot venni. Hát akkor hát mondjuk mindez az udvar, meg a ház területe együttvéve, egy akkora területet. Végig fölásni, aztán kaját termesztem minden. Egyszerűen annyira drága minden. Nagyon drága minden. Na jó van. Sziasztok!